A medence falai megfelelő szigeteléssel kerültek kialakítás. Nincs olyan probléma, ami hátráltatná a szekszárdi úszoda építését, ezt szakértő is megállapította, erről számolt be Ács Rezső polgármester a helyszínen. A múlt héten egy szakértő járta végig az építési területet. Ezen szakértő kijelöléséről még a közülés döntött. 30 napon belül készül el majd a szakértői vélemény. A helyszínen azonban elmondta azt, hogy olyan gond, amivel az úszodát nem lehetne befejezni, vagy éppen üzembe helyezni, nincsen. A szekszárdi úszodát, miután a költségvetésben társasági adót is felhasználnak, a város konzorciumban építeti a sportközponttal, de állami finanszírozásból. Ezért a beruházási, műszaki fejlesztési, sportüzemeltetési és közbeszerzési ZRT, röviden a BMSK szakemberei is a helyszínen jártak, ők a műszaki ellenőrzést végzik az állam részéről. Ács Rezső elmondása szerint megállapodtak az építkezés felgyorsításáról, amihez sokkal szorosabb és számon kérhetőbb együttműködés szükséges. Az új határidő, amit mindegyik fél aláírt, vagyis a kivitelező is vállalta, szeptember vége. Ha addig nem fejezik be, akkor úgymond büntetést kell fizetnie a vállalkozónak. A kötbérről a város nem mondott le, tehát úgy módosítottuk a szerződést, hogy amennyiben úgy alakul, hogy nem fejeződne, vagy nem olyan minőségben, akkor kötbérünket tudjuk érvényesíteni az ősszel, vagy akár bármikor. A polgármester elmondta, az úszoda befejezéséhez szükséges pénz rendelkezésre áll. A szerződés módosítás szerint a kivitelezővel a határidők teljesítésének betartása mellett havonta történik az elszámolás. A polgármester beszámolója szerint tehát a szakértők azt mondták, nincs az építkezést veszélyeztető probléma. Ennek fényében most különösen érdekesnek tűnnek az EN-Szekszárd frakció képviselőjének, Rácz Zoltánnak a közösségi médiában megosztott bejegyzései, amikben januárban például még úgy fogalmazott, hogy ha nem lesz előrelépés, be kell dönteni az úszodát, mielőtt az ő nyakukba hullik az egész. De még néhány hete, május közepén sem volt derülátóbb, akkor azt írta, annyira el van rontva az épület, hogy alig lenne drágább egy teljesen új úszoda építése.